Európa egyik legnagyobb városi természetvédelmi parkját hoznák létre Marosvásárhelyen, közölte pénteki sajtótájékoztatóján Táncos Barna. A környezetvédelmi miniszter csütörtökön és pénteken munkalátogatáson vett részt Maros megyében. Nem mindennapi kihívásokkal szembesül Maros megyében az önkormányzat, illetve a szaktárca alárendeltségébe tartozó intézményrendszer, mondta a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott péntek délelőtti sajtótájékoztatóján Táncos Barna. A környezetvédelmi miniszter bízik abban, hogy az elkövetkezőkben előrelépések történnek. A zöld péntek alkalmából gyalog és hibrid autóval közlekedett. Közölte, ma reggel elindult a háztartási gépek roncsprogramja, lehet erre iratkozni az online felületen. Bejelentette, reggel ellátogattak a volt téglagyár helyszínén kialakult bányatavakhoz, amelyek városi védett övezetté nyilváníthatók. Jövő hónapban kormányhatározat tervezetet nyújt be a helyi önkormányzat, amellyel kéri a 22 hektáros terület államiból helyi közvagyonba való áthelyezését. Ahol ki tudunk alakítani egy városi védelmi, egy városi Natura 2000-es típusú védett övezetet, egy természetvédelmi övezetet, ahol különböző tevékenységeket lehet majd gyerekeknek szervezni, ahova turistákat lehet meghívni, és amely egy gyönyörű szép zöld foltja, színfoltja lehet Marosvásárhelynek. Marosvásárhelyen nagy igény van újabb zöld övezetekre, hangsúlyozta Sós Zoltán polgármester. A városnak van egy szomorú öröksége, hogy az emberek bizalmatlanok, rengeteg nehézséggel néztünk szembe az elmúlt években, ugye főleg a légszennyezés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez a pozitív üzenet elérjen az emberekhez, hogy a környezetvédelmi minisztériummal közösen a városvezetés azt tervezi, hogy Marosvásárhely egy élhetőbb, zöldebb város legyen. Maros megye tanácselnöke Péter Ferenc elmondta, a hulladék gazdálkodással kapcsolatban a legnagyobb gond a begyűjtéssel van. Közölte, ma ismét megjelent a versenytárgyalás a kettes zónára, amelyre június 28-áig várják az ajánlatokat. Ez már a harmadik próbálkozás, eddig ugyanis nem volt megfelelő ajánlat. Én remélem, hogy most egy megváltoztatott feladatfüzettel, amelyet egy tanulmány alapján készítettünk el, nagyon remélem, hogy lesz olyan cég, aki fel tudja vállalni és el is tudja végezni ezt a szolgáltatást a megfelelő paramétereken belül. Hozzátette, a másik négy szerződésnél gondok voltak, szerződést bontanak, és az összegeket törvényszéki végzés alapján hajtják be.